Üdvözlök, sőt, mindenkit mai napon is van ilyen végjátszás! Az ördög mindent megtesz, hogy ne legyen! Virtuálisan, nem a valóságot tükrözi. Nézd ki, hogy mai nap vagy nem jól vert az agykapacitás, nem lesz meg a szokásos feltöltött adatmennyiségek, egy szociális udarra! Mert nagy értelme nincsen! És egyszerűen már nem lehet normál agyalán gondolkodni! Rossz vételek, amik voltak, az évek alatt, és egyszerűen már ez is már megszűnt volna. Az ördög megtesz, az ördög, hanem a szociális oldalakról beszélek, meg ilyen Facebook, Twitter, az azt hiteti el, hogy ez történik, az megtörténik, és az ellen nem lehet tenni. Valóságban mindenre van lehetőség. Kérlek az, hogy mennyire legális, vagy nem legálisnak számít
Na, szerzetek, akik megvannak, vagy kit nem szeretnek, akiket bírnak. Mi szokott ilyen is lenni, csak vagyon a sok tévé meg a szociális oldalakon való jó streamek, vagyon elfelejtettem. Négy percen át fog tartani! Két és fél percig fog tartani. Nem fél, hanem 50 van odaírva. Jó, mint a folytonos tévéfilmek sorozatok nézegetése.
40 másodpercen át fog tartani! Virtuális lábvaló. Érezgetése, vagy inkább elvégeztetések. És már vége is lesz. Újabban nincsenek a videók tömörítve. 30 perc kb. 6 gigabájt szokott lenni. Egyszerűen, ha tömörítve van, akkor nem olyan a minősége. Mert el kell képzelni, hogy ez a processzor a tömörítést számolja ki. Ez meg tömöríteni van TS-ben. Ez kicsit itt meg volt említve! Szokás szerint 15 percig tart! Szoktatásnak a hatásai. A nyíl, hogy követni kell. Egyik egyszerűen rá van szoktatva az agy. Ne gondolkodj, csak menj arra, amerre a nyíl mutat. Rászoktatás formája. Több mint 10 percen át fog tartani.
még 9 percen át fog tartani. És gyenge agy kivárja azt, hogy vége legyen. És már 6,5. Vége is fog lenni ennek a menetnek. És megengedtem azt, hogy fél órán át ez a virtuális vacak ördögnek az eszköze parancsolgasson! És itt van egy nyíl, amit követek. Semmi gondolkodás nélkül, csak követem.
Néz ki, hogy nem fog rehallgatni az ördönnek az eszközére, még 4 percen át. Köszönjük a figyelmeteket, szevasztok!